Egy új telefon egy új gyártótól. 220 dolláros árcédula és nulla elvárás. Nézzük, mit tud egy hafűré. Mielőtt azonban belevágnánk, egy pár szó a csatorna szponzorától, a CD Kioffertől. Ha elegetek van már abból, hogy a gépetek még mindig nincs aktiválva, csak látogassatok el a CD Kiafer weboldalára, ahol pár ezer forintos áron szerezhettek magatoknak Windows termékkulcsokat. Ha pedig fizetéskor az én kódomat, az ano 25 öt használjátok, akkor 25% kedvezményt kaphatok az alapból kedvező árból. Vegyétek meg, írjátok be, kattintsatok az aktiválásra, és éljétek a teljes aktivált Windowsos élményt! amelyben Windows 10 kulcsra lenne szükségetek, vagy Office csomagot kellene aktiválnatok, akkor is segítségre lesz az oldal. Szóval, hogyha termékkulcs kell, link a leírásban. Köszönöm szépen a CD Offernek, hogy fizetik az e-havi és most tovább a kontentre. Nagyon szívesen kezdenék beszélni a telefonról, de látnotok kell a csomagolást. Ez a kinyitható megoldás nagyon Galaxy kettős 2 érzetet keltett bennem, de azzal ellentétben ez egy... Ö... Szóval... Okay, ez, ez mi a búbánat? Már nem azért. Ez, ez, ez még, ezt még értelmezem. De ez mi? Ez mi? Ez a... Ne. Szóval a dobozban a telefon mellett egy kislányos tokot, egy kicsit értelmesebb tokot, illetve egy színben a dobozhoz passzoló töltőkábelt és fali adaptert kapunk. Utóbbi 33 wattos, ami elárul valamit a telefonról. Az a tokon még mindig nem tudtam túltenni magam. Aj, bakker, tehát én amondó vagyok, hogy a, az ízléstelent és az aranyost elég sok minden elválasztja egymástól, és szerintem tudjátok, hogy ez szerintem melyik klubba tartozik. Ez mi a bús bánat? A telefon egy igen érdekes hátlapal rendelkezik. Egyrészt egy különleges mintázatot kapott ebben a kékes zöldes árnyalatban, ami egy nagyon egyedi megjelenést eredményez, másrészt pedig egy eléggé jelentős kamera szigettel van dolgunk. Itt a 100 megapixeles főkamera mellett egy 16 megapixeles széleslátókamerát találunk, illetve másik kettő izét. Az 5 megapixeles makrónak még azt mondom van értelme, de a 0,3 megapixeles fényérzékelő kamera az egyenesen sértő. Pont úgy, mint az összes eddigi alkalommal, itt is azt mondom, hogy Szégyen és gyalázat. A felvételek egyébként nem borzalmasak, de nem hívnám őket jónak. Az elfogadható szó talán az, ami a legjobban leéri a helyzetet. A HDR egy teljesen különzend mód, de meglepő módon nem csinál semmit. Pontosabban olyan, mint hogy alapból belene kapcsolva, ami valójában a jobb helyzet. De amit nem tudok értelmezni, hogy a széleslátó kamera egy rejtett menüben érhető csak el át akarsz váltani gyorsan másik kamerára? Lapozz el oldalra minden másik opció mellett, és válaszd ki a széleslátó módot. Mi van? Videók terén természetesen nincsen stabilizátorunk, és a dinamika tartomány sem túl nagy, szóval, hát őszintén veletek, nem a kamerák miatt fogom ajánlani ezt a telefont, az biztos. Az előlapra fordítva a figyelmünket itt egy, egy rózsaszín, szívecskés alapháttér fogad minket. Oké, okay. szóval az előlapra fordítva figyelmünket, ugyanazt a lekerekített 120 hz OLED panelt kapjuk majd, mint amit a Ulefone Note 17 próban is láthattunk, itt is igen csak szép, és egyértelműen az egyik, hanem a legjobb része ennek a telefonnak. Hogy húzzunk még néhány párhuzamot, ebben is a G99-es chip van, 12 GB és 512 GB háttér mellett, szóval engedelmetekkel bevágom annak a videónak a benchmark paneljét, mert el nem hiszitek, ugyanazokat a számokat hozza ez a telefon is. És hogy a móka ne érjen véget, ez egy 5100 milliamper órás aksival van szerelve, ami mindössze 50 milliamper órával több, mint a Note 17 Pro-ban. Furcsa nem? Ó, és említettem, hogy a telefon 220 dollár. Nos, ez nem teljesen igaz, ennyi volt a kiirtára, mennyire elvileg indult a mobil, de ez most 280 dollárba kerül. És tudjátok, hogy mi kerül még 280 dollárba? Pontosan. A Ulefone Note 17 Pro. És ezt kimondva szerintem itt az idő, hogy felfedjem a valóságot. Nem akartam eddig elmondani, hogy kihez tartozik ez a mobil, nehogy az alapján alkossatok véleményt róla, hogy tudjátok, hogy melyik cég készíti, de az elhangzottak alapján most nyilván gondolhatnátok, hogy megvan az esélye, hogy ez egy különleges Ulefone telefon, mert parami olyan, mint az a másik telefonjuk. Nos, elhiszem, hogy ez logikusnak tűnik, de nem. A Hafuri a Cubot almárkája a Cubot, Almárkája. Ez pedig, ha őszinte akarok lenni, megmagyaráz egy smást. Először is a lapos dobozt, mert ők imádják a lapos dobozokat, mindent ebben árulnak. Aztán az elképesztően inkonzisztens ikonok a rendszerben, ami visszatérő, hogyha megnézzük bármelyik másik Cubot tesztemet, ott is látható. De hogy a kamera appon belül milyen szinten elverzett ez a telefon. Tehát arra arról nem is beszélve, hogy a HDR, ahogy említettem, az egy bekapcsolható funkció, ami kizárólag a főkameránál érhető el. Tehát, hogyha szeretnél nagylátószögű fotót csinálni HDR-ben, ups, nem lehetséges, sajnálom. De említett nagylátószögű kameránk egy teljesen másik menüpontban van. Én ezt nem fogom föl. Én ezt most látom először, és, és remélem, hogy utoljára. Nem. Ősz, szintén, de most őszintén. Nem nagyon kell részleteznem ezt a telefont, egyszerűen csak nem ajánlom a megvásárlását. A Julefon Note 17 Pro-ját, amit már többször is említettem ebbe a videóba, ugyanezért az árért megkapjátok, és már azt sem ajánlottam, mert ezért az árért kaptok jobb telefont. Szóval abból kiindul, hogy az meg egy összetett telefon volt, amihez képest, ha hát, fűri barátunk az még csak az okét sem közelíti meg szerintem, én amondó vagyok, hogy ez nem az a telefon, amivel ti futkozni fogtok az utcán. Ugyanakkor azt el kell ismernem, hogy ez egy igenis különleges mobil, mert ez vitathatatlan. Amit abban a dobozban kaptok, az különleges. És most, most nem a telefonra gondolok, hanem arra a csodatokra, amit még mindig nem tudok feldobni, az is? Egy szó mint száz, ez volt a Haffyuri Meet. Egy igen érdekes név egyébként, mivel az a neve a telefonnak, hogy megismerni, és mégsem voltam boldog amiatt, hogy megismertem. Na mindegy, majd talán a következő. Szeretném megköszönni a Cubotnak, hogy elküldték egyébként nekem a telefont, és ha belegondoltok, a Cubot az most létrehozott egy almárkát magának, mert úgy érezte, hogy az ő brandje annyira elterjedt már, hogy neki szét kell oszolni a több kisebb cégre. Hogyha belegondoltok, ez egy eléggé motiváló dolog. Tehát legyen mindenkinek olyan nagy önbecsülése, mint a Cubotnak, és merjetek meglépni azokat a dolgokat, amik elsőre nagyon nagy hülyeségnek tűnnek. Mert pé. Hey, ha ők megtehetik, ti is megtehetitek. És ezzel a mondattal szeretném zárni a mai videót, szeretném megköszönni mindannyiatoknak, hogy itt voltatok, és hogyha tetszett a videó, mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot. Hogyha nem szeretnétek lemaradni jövőbeli tartalmakra, akkor mindenképpen iratkozzatok föl, és csók a homlokatokra. Sziasztok! Abocsát! Sziasztok!